Jaj, Zsuzsikám, jaj, Zsuzsikám, egy pici csók kellene ám, add ide hát, no, add ide már, azt a pici csókocskám. Ismerős lehet ez a dallam a Szigligeti Színház közönségének, hiszen 2007-ben ugyanezzel a Kálmán Imre operettel kezdődött az első olyan évad, amelyben Balázs Péter vezette a társulatot. A leköszönő direktor kívánsága volt, hogy a Zsuzsi kisasszony legyen a búcsú előadás, amely állítólag a legendás operettszerzőnek is a legkedvesebb műve volt. Nagyon vicces és nagyon szórakoztató is, ugye, meg nagyon tele van sláger zenékkel. És azt gondolom, hogy most egy ilyen helyzet után, amikor az emberek újra eljöhetnek színházba, akkor pont egy ilyen felhőtlen kikapcsolódásra van szükségük. Dósa Mátyás az egyfelvonásossá sűrített operett bonvivánja. Egy fiatal újságírót alakít, akinek minden vágya, hogy végre feleségül vehesse Zsuzsikát, a postás kisasszonyt. Partnere az évad legnagyobb felfedezetje, Pertics Villő. Nagyon hálás vagyok, hogy ebbe is ki tudom magam próbálni. Továbbra is a prózai szerepeket szeretem jobban, de ez egy nagyon a kihívás volt, továbbra is az, és élveztem nagyon a próba folyamatot. Hát a Matyi az rengeteget segített, meg egyébként mindenki a társulatból, úgyhogy remélem, hogy sikerült így felzárkoznom ebben a műfajban is. 14 éve Kertész Marcella ebben a darabban debütált a szolnoki színpadon. Akkor Zsuzsika szerepét játszotta. Mindenkinek egy érdekes dolog, egyrészt, hogyha ugyanazzal a darabbal találkozik, amit már egyszer játszott, csak hát mondjuk én most egy másik szerepet játszom, ezt Kálai Bori játszotta annó. Nagyon érdekes és csodálatos, hogy egy ilyen nagyon édes kis fiatal tehetséggel, Villővel találkozhattam. A rendező Molnár László viszont ugyanazt a vidám figurát kelti életre, mint 2007-ben. Számára inkább az az újdonság, hogy hosszú idő után újra nézők előtt játszhat. Elképesztő, hogy ennyi idő után nézőt láttunk a nézőtéren, ami fölfoghatatlan most per pillanat még. Üres nézőtér előtt játszottunk itt online előadásokat, és ez nyilván megviselt bennünket, és nem kis izgalommal várjuk a nézőket. Be kell vallani, hogy igenis, én magam is 30 éves pályafutásom után elkezdtem izgulni, hogy mi fog történni. Az izgalmat fokozta, hogy a szokásos 4-5 hét helyett jóval kevesebb idő jutott a próbákra. 3 hét alatt is lehet csodát tenni, és mi igyekeztünk, és szerintem a belefektetett munka az látszódni fog, és értékelni fogják a nézők. Jaj, Zsuzsikám, egy pici csók kellene.